Lányok a pályán címmel nyílt kiállítás az Aranybulla könyvtárban Fehér Viktor, vagyis Vémen fotóiból. A képek az Alko FKC mérkőzései közben megörökített pillanatokat ábrázolja, és ahogy a címből is ki lehet találni, elsősorban az alkoás kézis hölgyekről szól. A keddi megnyitó a Vác elleni sorsdöntő ütközetre készülő csapattagjai is jelen voltak. Nagyon jó, de én már régóta követem a Viktornak a képeit, és régen is jó képeket csinált, úgyhogy én ezen nem vagyok meglepődve, nagyon jó képeket csinál. Saját képet láttál itt kint? Igen, itt is van egy mögöttem, és még van még egy, amivel a Szikoramelivel vagyok. És nagyon jó mindegyik, én nagyon meg vagyok elégedve a Viktor képeivel. Fehér Viktor fotóművész a 90-es évek közepén még a Laurence László által dirigált, Siti Beát is a soraiban tudó női kézilabda válogatott meccsei alatt szeretett bele ebbe a gyönyörű sportágba, az Alkoával pedig a győztes EHF kupa döntő alkalmával ismerkedett meg. Nézőként először Fehérváron az EHF döntőn voltam, ugye azt hiszem ennél jobb kezdés nem is kellett volna, és az nagyon szimpatikus csapatot ismertem meg vele, meg maga a hangulat is tetszett. Ugye az a jégcsarnokban volt egy meccs, ahol ugye nagy hátrányból indultak a Győr ellen, és akkor tudtak nyerni. Ez egy emlékezetes meccs volt mindenképpen. József Lipót, fotós kollégám már évek óta mondta, hogy jó lenne egy kiállítást újra összehozni, mert legutóbb 2008-ban volt. És akkor így adódott ez a helyszín, és mindenféle partnerségre tudtunk kerülni. A kiállítás megtekintését nem csak a kézilabda szerelmeseinek ajánljuk, hiszen igazi emberközeli pillanatokat láthatunk Vémen képein. A tárlat április 13-áig látogatható a Köfém sportcsarnok melletti Aranybulla könyvtárban.